Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves közönségünket a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanévzára ünnepségén. Köszöntöm a megjelent növendékeinket, kedves szülőket és hozzátartozókat, valamint iskolánk tanárait és minden kedves vendégünket. A mai nap ünnep, és elsősorban nem azért, mert vége van a tanévnek, hanem mert újra itt lehetünk, személyesen találkozhatunk, és hallgathatjuk, láthatjuk élőben növendékeinket. Mai évzáronkon rövid műsor keretezi díjátadó ünnepségünket, melynek során legkiválóbb növendékeinket fogjuk a színpadra szólítani. Tanáraink a műsort követően fogják kiosztani a bizonyítványokat itt az udvaron. A bizonyítványokat tehát csak a műsor után lehet átvenni, addig is örüljünk együtt, hogy újra élőben koncerten lehetünk, és tapsoljanak sokat a gyerekeknek. Most kérem, hallgassák szeretettel iskolánk Piccolino fuvolyzenekarának műsorát. Vezényel Jutasi Miklós. Thank you.
Good, very good. Yeah. This is good. Thank you.
egy kis technikai szünet után hallgassák meg szeretettel az ifjúsági jazz zenekar műsorát. Strayhorn, Ellington, Take the Air Train. Jobim, Corcovado. Davis, Four. Az ifjúsági jazz zenekar tagjai Kovács Álmos trombita, Beke Ambrus tenor szaxofon, Nónius Gábor basszusgitár, Pap Milán gitár és Fér Tünde dob. A jazz zenekar felkészítő tanára pedig Hegyi Tibor. Egy pici türelmüket kérjük, hiszen a most következő műsorszámokhoz egy kis technikai átállásra van szükségünk. Erősítőket, kábeleket, de kollega úr már nagyon dolgozik. Addig lehet egy kicsit beszélgetni és örülni egymásnak, hogy végre élőben találkozhatunk.
Az ifjúsági jazzzenekart hallották, még egyszer elmondom a tagjait, hiszen tényleg megérdemlik a sok tapsot is, és a sok felkészülés után én nem is tudom, hogy tudták ezt az online oktatásba megoldani. Tehát Hegyi Tibor növendékei, Kovács Álmos trombita, Beke Ambrus tenorszaxofon, Nonius Gábor basszusgitár, Pap Milán gitár és Fés Tünde dobolt. Amíg az újabb technikai átállás megtörténik, hiszen még egy produkció van hátra, a Seventeen Big Band, amit remélem, hogy mindenki meg fog hallgatni. Addig szeretném elmondani, hogy mi történt a mai nap folyamán. Délelőtt a Vigyázó Sándor Művelődési Házban volt az idei Bartók Díjak ünnepélyes átadása. Mint ez bizonyára sokuk előtt ismert, a Bartók Díjat a Művészetekkel a Jövő Emberért Egyesület Bartók Díj kuratóriuma adományozza az iskola tanszaki munkaközösségeinek javaslata alapján minden tanév végén egy növendéknek és egy pedagógusnak. A 2020-21-es tanév mindannyiunk számára eddig ismeretlen nehézségeket, új kihívásokat hozott. A legtöbb rendezvény, verseny elmaradt, ezért kevésbé volt szem előtt a kiemelkedő teljesítmény. Mégis sokan voltak növendékek és pedagógusok is egyaránt, akik megtöbbszörözött erőbefektetéssel dolgoztak. A Bartók Díj kuratóriuma az idei díjjal minden tanárunk és növendékünk felé szeretné kifejezni megbecsülését és háláját a különleges nehézségek között a helytállásért. A szakmai munkaközösségek az idei évben a következő tanulókat jelölték a Bartók Díjra. Akkordikus tanszak, Kovács Kincső Virág. Jazz tanszak, Nonius Gábor. Népzene tanszak, Kelemen Anna. Részfúvós tanszak, Horváth Karajsz Dániel. Társművészetek, Szőcs Mélik Nóra. Zeneismeret tanszak, Horváth Karajsz Dániel. A 2021. június 4-én megtartott kuratóriumi ülésen a szakmai indoklások alapján titkos szavazással az alábbi döntés született. 2021-ben
A Művészetekkel a Jövő Emberiért Egyesület kuratóriuma a Bartók Béla díjat Horváth Karajsz Dániel tanulónak adományozta. Egy pár szót szeretnék szólni Daniról. Évek óta rendszeresen képviseli iskolánkat és tanszakunkat különböző fellépéseken, versenyeken. 2015-ben harmadik lett az országos mélyrészfúvós versenyen, 2018-ban pedig a döntőig jutott. Tagja a Rázene városi fúvós zenekarnak, és többször fellépett a Concerto Filharmonia szimfonikus zenekarral is. Ezekben az együttesekben hivatásos zenészek mellett sikerült megállnia a helyét. Iskolánk rendezvényeinek rendszeres fellépője, olyan diákunk, aki meghatározó személyisége iskolánknak, akikre diáktársai felnéznek, aki zenekaraink munkájának motorja, kulcsembere. A részfúvós házi verseinken többször értem aranyminősítést. Horváth Karajsz Dánielt ebben a tanévben nem csak a részfúvós, hanem a zeneismeret tanszak is jelölte Bartók díjra, hiszen szolfésból is kiemelkedő eredményeket ért el, és bár idén elmaradt a szolfés verseny, amelyre készült, de a Bartók Béla zeneművészeti szakgimnáziumba nem csak harson a főtárgy, hanem a szolfés felvételi is kiválóan sikerül. Így szeptembertől már itt folytatja tanulmányait. Szívből gratulálunk még egyszer Horváth Karajsz Daninak. A szakmai munkaközösségek az idei évben a következő pedagógusokat jelölték a Bartók Béla díjra. Akordikus tanszak Nagy Veronika, jazz tanszak Eged Márton, részfúvós tanszak Mennyhárt Pál, társművészeti tanszak Renge Györgyi, zeneismeret és magánének tanszak Olyosné Pető Ildikó. Igen? Nem tudom. A 2021. június 4-én megtartott ülésen a Művészetekkel a Jövő Emberiért Egyesület szakmai kuratóriuma az idei Bartók Béla díjat Bolyosné Pető Ildikó pedagógusnak adományozta. Büszke vagyok kollégámra, hiszen a szolfés tanszakon közösen dolgozunk együtt. Ildikó iskolán kiváló szolfés tanára, növendékei ragaszkodnak hozzá, személye magával ragadja minden tanítványát. Amikor tavaly márciusban távoktatási formára kellett átállnunk, az addig teljesen ismeretlen online oktatás területén azonnal feltalálta magát, és az első perctől rendkívül érdekes, változatos, izgalmas szolfézsórákat dolgozott ki, elsősorban alsós gyerekeknek. A digitális munkarend rengeteg plusz terhet jelentett minden pedagógus számára. Bolyosné Pető Ildikó is azok közé tartozott, akire mindig lehetett számítani. Szolfés tanári feladatai mellett számos alkalommal vállalt plusz zongora kísérői feladatot, melyet szintén magas színvonalon végzett növendékeink szolgálatában. Bolyosné Pető Ildikót a motiváló, kreatív és innovatív online szolfés oktatásért, valamint az iskola érdekében vállalt további, magas színvonalú munkájáért javasolta a zeneismeret és vokális tanszak a 2020-21-es évi Bartók Béla díjra, mely jelölést a kuratórium is megerősítette. Szívből gratulálunk Ildikónak! Most pedig egy oklevéllel és jelképes ajándékkal szeretnénk megköszönni azoknak a növendékeinknek a munkáját, akik ebben a tanévben is kiemelkedő szorgalomról tettek tanúbizonyságot. Kérem, hogy aki a nevét hallja, fáradjon a színpadra, és vegye át az oklevelet Balog Lázártól, iskolánk intézményvezetőjétől. Egész éves kimagasló szorgalmáért és az évközi szép fellépésekért jutalomban részesül Sztrányai Milán. Jöjjön fel Milán, de a színpadra már érkezik is. És Németh Borbála Regel és tanáruk Balla Roxana.
egész éves kimagasló munkájáért és a jenei fuvola versenyre történő felkészülésért Horváth Karajzi Júlia és Németh Boglárka Ágnes kap jutalmat. Felkészítő tanáruk Németh Hajnalka. Egész éves kimagasló szorgalmáért, kiemelkedő minőségű hangszeres játékáért és a Bartók napi szép szereplésért jutalomban részesül Emese Júlia, tanára Antal Gábor. Következő díjazott egész éves kiemelkedő munkájáért, a Bartók napi közreműködésért, valamint a tankerületi központi ünnepségen való közreműködésért Urbán Jázon, tanára Gyárfás István. Gitáros. Egész éves kimagasló szorgalmáért, az országos jazz versenyre való felkészülésért a következők a díjazottak. Nónius Gábor, Ördög Bálint és Pataki Barnabás. Tanáruk pedig Eged Márton. Szeretném színpadra szólítani Nagy Zétény Mórt, tanára Margetán Máté, aki szintén az egész éves szorgalmáért és kimagasló zenei közreműködésért kap jutalmat. Zsikó Zsuzsanna és Leskó Gábor növendéke következik, Kelemen Anna. Egész éves fáradhatatlan szorgalmáért, két művészeti ágban is megmutatkozó kimagasló művészi munkájáért kapja az erőt. Jutalmat. És érkezik Kelemen Anna. Ebben a tanévben a képzőművészeti tanszakunk különösen sok eredményt tudhat magáénak. Talán sokan nem is tudják, hogy nem csak művészeti szakiskolába vagy egyetemre, de a műszaki egyetemre is sokan jelentkeznek tőlünk sikeresen, hiszen itt is igen komolyan esik ladva a jelentkezők rajztudása. Először azokat szólítom, akik különféle egyetemi felvételiken szerepeltek sikeresen. Szívből gratulálunk nekik, és sok sikert kívánunk az egyetemi tanulmányaikhoz. Hegyi Katica, Kóródi Gergely, Farkas Dóra. Színpadra szólítom Wölfinger Pannát, aki a Jelki András Iparművészeti Szakgimnázium divatstílus és jelmeztervező szakára tett sikeres felvételit. Országos festészeti versenyen harmadik helyezést ért el Herczel Réka Csenge. Kérem a színpadra Szőcs Mélik Nórát, aki a fővárosi vers illusztrációs versenyen első helyezett lett. Részt vett a balatoni pályázaton, és nem utolsó sorban egy gyönyörű művészeti záróvizsgával zárta le az idei tanévet. Szőcs Mélik Nóra. Színpadra hívnám Gedeon Sárát,
aki a fővárosi vers illusztrációs verseny döntőse, balatoni pályázat résztvevője. Gedeon Sára. Egy tapsot megérdemeljük. Szintén a balatoni pályázat több résztvevője is szeretnénk megköszönni, hogy képviselték iskolánkat. Ők pedig Bártvai Sára, Tőkés Nelli, Markovics Bettina, Bazsó Alexa, Tarjáni Anna, Rosario Emilia. Még egyszer elmondom, tehát a pályázaton résztvevő gyerekek nevét, ha itt vannak és hallják a nevüket, jöjjenek fel a színpadra. Bártvai Sára, Tőkés Nelli, Markovics Bettina, Bazsó Alexa, Tarjáni Anna és Rosario Emilia. Képzőművészeti tanszakunk vezetője és mindannyiuk felkészítő tanára pedig Brejtkovné Losovi Beáta. Kérem, hogy ő is fáradjon a színpadra, és vegye át a 2021-es tanév legsikeresebb tanszakának járó oklevelet. Egész éves, szorgalmas, kiemelkedő munkájáért dicséretben részesül Bazsó Alexa, Györke Hanna, Stóth Petra. Kérjük őket a színpadra. Szeretném elmondani, hogy itt mögöttem látható egy gyönyörű tűzmadár a falon. És talán, aki látta az iskolánk filmjét, melyet Bartók születésének 140. évfordulójára készítettünk, annak ismerős lehet ez a gyönyörű monumentális festmény. Ugye Tűzmadár a címe, és Brejtkovné Losovi Beáta irányításával készítette a teljes képzőművészeti tanszak. A Bartók napokon mutatták be, de a járvány miatt élőben csak most láthatják először. Gratulálunk az egész tanszaknak, és vezetőjüknek, Losovi Beáta. Mielőtt a bizonyítványokat kiosztanánk, eljött a délután fénypontja, hiszen engem is láthatnak hamarosan zenélni, itt a Big Bandben. Ez lesz a legfontosabb esemény talán, hát számomra biztos. Nagyon vártuk, nagyon készültünk rá, hiszen következzék akkor a 17 Big Band, Száz Zsolt vezetésével. Nagyon lelkesen készültünk, és reméljük, hogy tetszeni fog önöknek a műsorunk. Vendégként közreműködik Neményi Zoltán énekes növendékem, és ezzel szeretnék mindenkinek nagyon jó pihenést kívánni a nyárra, és reméljük, hogy szeptembertől rendes körülmények között folytatjuk. Köszönöm szépen! És köszönjük szépen az egész napi fantasztikus konferálást a délutánig is Halkovics Ágnesnek. És annyi technikai információ, hogy a pedagógus tanár kollégákat kérem, hogy amikor a vége felé közeledik a Big Band műsor, akkor szivárogjanak fel a könyvtárba a bizonyítványokért, de csak a Big Band műsor végén. Köszönöm szépen. További jó szórakozást kívánok.
szeretettel köszöntök mindenkit. Ha még nem tudnák, ez a 17 Big Band, a zeneiskolának a Big Bandje, ahol régi, nagyon régi és ősrégi növendégek játszanak. Ezt azért mutogattam csak, mert ma lett kész ez a alap, úgyhogy őt is tapsoljuk meg, aki csinálta. Köszönjük szépen! Elkezdjük műsorunkat, az első szám Sing, Sing, Sing!